Somogy és Baranya jó szomszédokként osztozkodik a Dél-Dunántúl nagy kiterjedésű dombságán, a Zselicen. Nevének eredetét a szláv Zselica, kies ékes, a szintén szláv zselezó szóból, melynek jelentése vas, és a délszláv eredetű zselut szóból származtatják, ami magyarul makkot jelent. A terület északi kistája zömmel somogyi illetőségű, még Dél-Zselic döntően Baranyában fekszik. A Zselic első látásra a mecsek folytatásának tűnik ugyan, ám a látszat csalóka. A terület ugyanis a Dél-Dunántúl legidősebb, önállóan fejlődő dombsági felszíne. A dombvidéket erős szerkezeti és felszíni tagozottság jellemzi. 200-250 méteres átlagmagasságú hátai közé 50-100 méter mély völgyek ékelődtek. Ezért hegyes-völgyes, gödrös vidéke elüt a szomszédos külső és belső Somogy szelíde blankáitól. Történelme a kőkorig vezethető vissza. Erről tanúskodnak a lipótfai leletek. A honfoglalás korában Boton törzsének nemzetségei szállták meg a területet. A honfoglalás után a királynő kanászainak földje volt. A kora középkorban egyházi tulajdonú a vidék. Egyes források szerint a bencés, majd a premontrei szerzetesek irányították itt a gazdasági életet. A múlt századig a Zselic szinte egész területét összefüggő erdőség borította Szigetvártól Kaposvárig. Ez a helyi betyároknak volt kedvező, mert a fák sűrűjében nem találtak rájuk üldözőit. A Zselicség a földtörténeti harmadkorban alakult ki. A táj alapzatát a mélyben ó- és középidőszaki kristályos, törmelékes, üledékes és karbonátos kőzetek alkotják. A felszínen a Panon-tenger jóval fiatalabb homokos, agyagos üledékei, valamint jégkorszaki löszök uralkodnak. A Zselic területén egyaránt érvényesülnek a Dél-Dunántúl jellemző klímahatásai. Ennek megfelelően Észak- és Dél-Zselic klímája eltér egymástól. Míg az északi részen sok csapadék hull, vagyis szubatlantikus hatás érvényesül, addig délen a szubmediterrán a jellemző, azaz magasabb a hőmérséklet és több a napsütés. Ennek megfelelően alakult a táj növényzete is. A magasabb csapadékban bővelkedő részeken zárt bükkerdőket találunk, míg a déli lejtőkön a meleget kedvelő ezüsthársas cseres tölgyesek díszlenek. A kedvező éghajlati tényezők hatására a zselici dombokon sokan foglalkoznak szőlőműveléssel. A szőlőhegyekről tiszta időben ragyogó kilátás nyílik Zselic apró falvaira. A Zselic tavasztól tavaszig tartogat meglepetéseket. A természet szerelmeseit már az első madárcsicsergés kicsalja a szabadba. Az első tavaszi rügyek, a zöldellő levelek, a rétek illata új energiával tölt meg mindent. A tarka virágok színes szőnyeként borulnak a tájra. A rengeteg növény között csak szakértő tud eligazodni, hiszen Kittai Belpár, az első botanikus, az 1800-as évekből már 120 növényfajt írt le erről a területről. Horváth Adolf Olivér és Borhidi Attila 428 növényfajt talált a Zselicben. 1959-ben pedig 625 növényfaj vált ismerté. Az első tavaszi kiránduláson persze nem csak a növényeket, hanem a Szennai Református templom festett növény díszeit is érdemes megismerni. A templomba lépve a látogatónak az az érzése, hogy egy ékszerdobozba került. A bútorzat, a mennyezet, a karzat, a lelkész pihenő, a padok mindezt az érzést keltik. A templom 1785-ben II. József uralkodása idején épült, és két év alatt készült el.
A mennyezet 100 festett kazettából áll, rajtuk a zselisz jellemző virágainak motívumai láthatók. Ezek, illetve a templom bútorzatának elkészítése és díszítése Nagyváti János és Nagypál nevéhez fűződik. Mindketten ügyeskező asztalos mesterek voltak, akik a díszítéshez a virágokon kívül a zselicitáj motívumait és bibliai jeleneteket is felhasználtak. Az elmúlt két évszázadban több a templomhoz kapcsolódó monda és történet is született. A régi idősek mondják, van egy anekdóta, mi igaz belőle mi sem, nem tudjuk lemérni a valódiságát, de amikor a templom elkészült, jöttek a királyi ellenőrök, a biztosok, hogy megnézzék a templomot, mert az volt a feltétele, hogy a templom tornyára a király jelvényét, a sast ki kell tenni, ahogy látni is lehet. De ahogy jöttek be a faluba, ők a torony tetején csillagot láttak. Ugyanis olyan ötletes agyafurtsággal helyezték el ezt a sas madarat, hogy a fő útvonal mentén közlekedők, a falu tengelyében mozgó emberek csillagnak látták. Amikor ideértek, szemrehányást tettek az egyházközség akkori vezetőinek. Azok meg, na jó, jó, jöjjenek, nézzék csak ezt még másképpen is, kivitték a szennai pincesorra az ide látogatókat, pincéről pincérrel jártak, és ahogy vezették le őket szembe, itt a diákszeri úton, így nevezzük ezt az utcát a templommal szemben, akkor mondták, hogy na most nézzenek a toronyra, látják a sas szárnyait? Igen, látjuk, már szinte repdes is. Hát ahogy dülöngélve jöttek le az úton, mert onnét szemből tényleg lehet látni a legyegyőszerű szárnyakat. A nyári rekkenő hőségben az erdők mezők állatainak a zselici tavak jelentik a felfrissülést. Különösen gazdag a táj madárvilága. A szürke és fehér gémek, a vadkacsák szinte egész napjukat a hűs vízben töltik. A víz nem csak felfrissülést ad, hanem táplálékot is jelent. A völgyekben nyár végén és ősszel nyílik az őszi kikerics. Ez a törékeny virág porcelánszerű szárával, halványlila szirmaival már messziről kiemelkedik a réteg zöldjéből. Nyaranta az ország távoli vidékeiről is sokan keresik fel a zselici népi építészet emlékeit, a Szennai Falu Múzeumot. Igaz, a napsugarait hiába próbálkoznak, a házfalakon nem tudnak áthatolni. A zselic agyagos dombhátait hajdan óriási erdők borították. Tölgyesei a paraszti építkezés számára adtak alkalmas fát. A völgybe települt falvakat a nagy őszi esőzések idején gyakran elöntötte a dombokról lefutó víz. Ezért úgy kellett építkezni, hogy a házak falai ne nedvesedjenek át. Így alakult ki az építkezés egyik sajátos módja, a talpasház. A zselici építkezés eredendően a faépítkezésen alapul, mint ahogy itt a háttérben is látható, fa vázas épületek voltak megtalálhatók, fecskerakásos falakkal és hát zsugszalmával, fedett tetővel. A fa váz tulajdonképpen azt jelenti, hogy az alapot az úgynevezett talpgerendák képezik, melyet a föld felszínére fektettek le. Ezekre állították fel az úgynevezett szöglápakat, tehát az oszlopokat, amelyek hordozzák a koszorúgerendákat, illetve a mestergerendát, majd ezen vannak az úgynevezett csüngő ereszes szarufák. A régi zselici ház két ablakával, rövidebb végével nézett az utcára. A ház hosszanti homlokzata az udvar felé fordult. A ház tetőzetének utcára néző végét deszkával zárták le. Az oromzatot fűrészelt szélű szegélylisz díszítette. A mestergerenda kiálló részét is ciflára faragták. A házat léckerítés választotta el az utcától. Fa volt az építőanyaga a pajtának, az istálónak és a disznóolnak is. Az épületek mindegyikét ügyeskező parasztemberek készítették. Kezeik közül olyan házak kerültek ki, melyek megfeleltek a földrajzi adottságnak,
és a természeti környezetnek egyaránt. Mint egy festőpalettája, úgy pompázik ősszel a zselic ezernyi színe. Az erdőkben, mezőkön jól megfér egymással a barna, a bordó, a vörös, a sárga és a zöld minden árnyalata. A lehullott levelek aranytakaróként lepik be a zselici dombokat. A bokrok ágain kora reggel fehér csipketerítőként terül szét tucatnyi pókháló. Az ősz csalhatatlan jele a völgyekben meghúzódó köd. Az erdők cserje szintjének legismertebb növénye a csipkerózsa. Termése a csipkebogyó, melyet magas C-vitamin tartalma miatt a népi orvoslásban is alkalmaznak. A kökény kékeslila bogyói arra csábítanak, hogy megkóstolják őket, ám fanyarízük miatt inkább csak a szemet táplálják. A galagonyabokor sötétpiros gyümölcsei nem csak éjjel, az őszi napfényben is izzanak. Különösen fontos évszak ez a szarvasok életében. A szarvasbikák messzire halló bőgésükkel hívják nászra a teheneket. Ilyenkor a bikák gyakran összeverekednek. A csatában az is előfordulhat, hogy egy-egy gyengébb állat az életével fizet. Jobb esetben megúszák kisebb-nagyobb sérüléssel, vagy az agancs elvesztésével. A szarvasoknak nem csak egymástól kell tartaniuk, hiszen ez a vadászati főidény. A zselic sűrű erdői pompás vadállománnyal rendelkeznek. Mind az öt nagy vad megtalálható, azaz a gímszarvas, a muflon, az őz, a dámvad és a vaddisznó. Ezért Európa szinte minden országából szívesen keresik fel a környéket a vadászok. Az erdőkben megbúvó vadászházak pedig lehetőséget adnak a pihenésre, kikapcsolódásra. A vadászat az emberiség egyik legrégebbi foglalkozása. Már az őskorból is őriz szokásokat. A zselici vadászok a mai napig őrzik a vadászhagyományokat, alkalmazkodva a külföldiek szokásaihoz is. Elmondhatjuk, hogy miután a vadászat a emberiség egyik legősibb foglalkozása, már abból a korból is nyilván őrzik szokásokat. Az évszázadok folyamán a magyar vadászatot és vadgazdálkodást alapvetően a német, tehát a germán orientált trófea tisztelő vadászhagyományokra építjük, ennek megfelelően bánunk a vaddal, és a vadat minden esetben tiszteljük, és a vadban minden esetben nemes ellenfelet tekintünk, és soha nem elpusztítandó ellenséget. A szarvasbika vadászata egy ünnepnapja a magyar vadászatnak, és a világon vadászati lehetőséghez jutó emberek megítélése szerint az egyik legszebb vadászati mód. Ennek megfelelően, hogyha valaki élete első szarvasbikáját ejti el, akkor annak külön tisztességgel és külön vadászceremóniával adunk helyt, és annak adunk megfelelő fontosságot. A vadászat hagyományai és szokásai között azért hozzátartozik, hogy amennyiben a vendég elejti a szarvasbikát, akkor amikor megtaláljuk a bikát, hagyjuk a vendéget először egyedül oda menni a bikához, és ebben az esetben a vendég saját maga éli meg, és saját maga leli föl a zsákmányát. Ezek után meggratuláljuk a vendéget, és a vadat terítékre tesszük. A teríték gyakorlatilag ravatalként fogható föl,
és a vadat olyan állapotban tesszük terítékre, amelyben megfelelő fényképeket tud a vendég készíteni róla, amiket aztán örök emlékként őriz otthon. A terítéken a vad megkapja az utolsó falatot, tehát a szájába egy olyan növényt teszünk, amit ehetett utoljára. A lőtt sebre, ahol a golyót megkapta az elejtett vad, egy sebb töretet teszünk, és a vendég kalapjában is egy töretet illik adni, amelyik egy kicsit bevérezett gaj, ami az eredményes vadásznak egy emléket állít a vaddal kapcsolatban. A terítéken lévő vad mindenképpen megkapja a maga tisztességének és vadfajának kiáró kürtjelet. Ezek a kürtjelek gyakorlatilag a német vadász kürtjeleket alkalmazzuk Magyarországon, mint említettem, német vadász hagyományokat ápoljuk gyakorlatilag Magyarországon. Nyilván annyi eltéréssel, amennyit a magyar sajátosságok erre lehetővé tesznek számunkra. A vadász hagyományok a bika esetében a bika halálát fújjuk el, ennek külön kürtjele van, majd elfújjuk a vadászat végét és a halali nevezetű kürtjét, amit minden egyes ilyen kürt sorozatot befejez. A vendéget ezután meggratuláljuk, hogyha élete első vadját ejtette el abból a vadfajból, első gimbikáját ejtette el, akkor egy avatási ceremónián is keresztül megy a vendégvadászunk, és ez független attól, hogy annak a nemzetisége német, osztrák, svájci vagy adott esetben magyar, ez a ceremónia minden esetben azonos. A puskáját a bikára fekteti, tehát a vadnak a testére fekteti, ő maga ráhajol, ráfekszik a bikára, és egy avató pálcával háromszor Szent Hubertus, Szent Diana és a itteni vadászok nevében szarvasbika vadásza avatjuk. Ez az avató pálca mindenkori bizonyítékához szolgál annak, hogy illető azt a vadfajt elejtette, hiszen megírjuk ezt a pálcát, gyakorlatilag egy késsel megfaragott részére ennek a pálcának felírjuk, hogy mikor, mit lőtt és hol, melyik területen hozta terítékre. Mondjuk is a vendégnek, hogy őrizze meg ezt a pálcát annak bizonyságául, hogy egy következő bika elejtésekor ne kelljen őt avatni. Ahol néhány hónappal ezelőtt még minden sűrű zöld borított, ott télen kopaszágakat lehet látni. Csupán néhány elsárgult levél tanúskodik arról, hogy nemrég még ősz volt. A vakító hó fehérségét csak néhány örökzöld tűlevelű töri meg. Az erdei állatok egy része téli álmát alussza, míg a többiek kétségbe esetten kutatnak táplálék után a hó alatt. A csípős hideg téli levegőn tett zselici kirándulás egyik állomása lehet a felmelegedést is nyújtó ibafai múzeum. Ibafa a zselici dombok között megbúvó apró falu. Itt található a Pipa Múzeum, ahol több mint 400 pipát és más dohányzással kapcsolatos kelléket őriznek. Ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papipipa papifapipa. Szól a népi rigmus, de létezik az ibafai fapipa. Volt már vers, nóta, volt pap, de a papnak még nem volt pipája, saját pipája, és akkor a hívek 1934-ben készítettek egy a Gerber Béla iparművésszel, és ezt ajándékozták a akkori plébánosnak. Ezt tartjuk most a úgymond ibafai fapipának, a többi pipa közt. Az eredeti fapipa nagyrészt körtefa gyökérből készült, a feje 17, a szára pedig 86 cm hosszú. A pipa fej tülök formára hasonlít. Elülső felén reverendát viselő pap látható, alatta az ismert nyelvtörővel. Ezen a pipán kívül még számos érdekes csibukot őriznek a vitrinek. Az ibafai pipa múzeum Európa szerte ismert, azt azonban kevesen tudják, hogy a plébánián is őriznek egy gyűjteményt, ahol még a csillár is pipából készült. A négy évszak váltakozása lehetőséget biztosít arra, hogy a zselic völgyekkel tarkított dombjainak életét nyomon kövesse az érdeklődő. Tavasszal a természet ébredését, nyáron az erdei állatok játékát, ősszel a nagy festő palettájának ezernyi színét, télen az erdő álomra szendelülését.